Az élvonalbeli idényt a Superkupa döntője vezeti fel, itt persze senki sem egy könnyed edzőmérkőzése számít, mert az ellenfél a bajnoki címvédő Ferencváros lesz. Ambros Martin együttese így akár egy revanssal is nyithatja a szezont, hiszen az aranyérem éppen a Fradi elleni fináléban úszott el legutóbb. A Superkupa döntője szombaton 14 órakor kezdődik az Audi Arénában, a női mérkőzés után a férfiak fináliát rendezik, a Veszprém és a Szeged között, ez a meccs 16 órakor lesz, a két találkozóra még kaphatók belépőjegyek. Az etós lányok egy Érd elleni 29-21-es sikerrel hangoltak a Ferencvárosra. A két csapat másfél hete már megmérkőzött egymással, akkor is Eto győzelem született. Jó hír a szurkolóknak, hogy Edoarda Amorim hosszú sérüléséből visszatérve már 100%-os állapotban van és játékra kész a hétvégén is. Nike Groth viszont nem léphet pályára. A klub szokásos idény előtti szurkolói ankétjára ezúttal is mindenkit szeretettel vár augusztus 31-én hétfőn a Széchenyi téren. A csapat a bajnokságot szeptember 2-án a Fehérvár KC otthonában kezdi.